Светом наших милости. Время и сарадуем, а то я нам. Ветра, с чести, с нами, ослабовать. Давайте мне, aby som ďalej pokračovala po magyarsky. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, nagyon nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntöm Önöket a Kiskörösi Szlovák Nemzetiségi Népdalkör megalakulásának 40. évfordulóján. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan megtisztelték a rendezvényünket. Külön megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm városunk polgármesterét, Domonyi Lászlót. Köszöntöm Fuzik János urat, az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának elnökét. Köszöntöm Nagy Tamást, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyettesét és a Dunaegyházi Szlovákok képviseletében, kedves barátaim képviseletében. Nagy öröm számunkra, hogy köszönhetem Schaffer Istvánét, a Mistei Szlovákok képviseletében. Ugyanilyen szeretettel köszöntöm Mezőberényt, annál is inkább, mert a szlovákságon túl összeköt minket Petőfi, hiszen Mezőberénél ment által a Ladikon utoljára, ahonnan már sajnos nem tért vissza. Külön köszöntöm megkülönböztetett figyelemmel városunk képviselőit, a távolabbról érkezett vendégeket, fellépőket, intézményvezetőket, a kiskörösi szlovákságot, barátainkat, ismerősöket, és nem utolsó sorban az ünnepelteket, élükön Mozell Györgynével, a Népdalkör vezetőjével. Önök nyitánként, indításként Kiskörösváros fúvózenekarát és mazsolett csoportját látták és hallották, akik még visszatérnek természetesen körünkben. Most a zenekar Seben Pál által írt kiskörösi indulót ad elő, és ezt hallhatja a közönség. Ezt az indulót azért is vagyunk nagyon büszkék rá, mert a szlovákság adta az alapját. Mozell Györgyné és a kiskörösi szlovákok, és hát egy nyitány, egy rendezvény kezdete, Kiskörösön nem múlhat el úgy, hogy ne legyen kiskörös induló. Következzék tehát Seben Pál kiskörös induló. Thank you.
saját települések, akik eljöttek velünk együtt ünnepelni, kedves Tázária. Nagy ünnep ez nekünk, nagy ünnep városunknak, ahogyan azt a speakerünk elmondta, 40 éves a szlovák nemzetiségi énekegyüttesünk, óriási szám, 40 év. Én azt gondolom, ha egy művészeti együttes 40 éves tud lenni, az óriási dolog, hiszen 40 év a mai rohanó világban hihetetlenül sok. És 40 évig együtt maradni, 40 évig szolgálni a közösséget, 40 évig dolgozni társadalmi munkában, és 40 évig fenntartani a hagyományokat egy együttesen belül, egy névvel és egy akarattal, ez óriási nagy dolog. Ez jellemző Kiskörösre. Mi ezt tudjuk, és a nemzeti népdalkörünktől tanuljuk, hogy hogyan is kell ezt csinálni, és tanulják a fiatalok is, remélem, hogy ezt hogyan is kell csinálni. Mi nagyon büszkék vagyunk a népdalkörünkre, és ahogyan azt Éva elmondta, nélkülük nincs ünnep ebben a városban. Akkor van ünnep, ha ők fellépnek. És ez így is van, így is gondoljuk. De ha ők fellépnek, akkor mindig gyönyörűek. Mindig nagyon szépek, mindig elbűvölőek. Már a látványra is. Ugye megegyezünk. És akkor még nem is nyitották ki a szájukat. Hozzáteszem a színpadon. Arról ne beszéljünk. Fresh fiatal emberek, fiatal asszonyok, csodálatos szép hanggal, ők a mi büszkeségünk. Ők viszik Kiskörös hírét, és ahol ők megjelennek, ott mindig jókedv van, ott mindig buli van, ott mindig mindenki jól érzi magát. Mert ők ilyenek. És ők a miénk, és mi őket ünnepeljük most, ők most 40 évesek. Legyenek 50 évesek, 60, 80, 100 évesek, ünnepeljük azt is együtt, és akkor majd nem lesz nagy bajunk, ugye, hölgyeim. És én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a helytállást, ezt a végtelen nagy akaratot és szorgalmat, ami bennük van. És természetesen nem feledkezhetünk meg főnök asszonyról sem, aki menedzseli, aki irányítja, akivel jókat veszekednek, mondjuk meg őszintén. Néha-néha, természetesen. Na de ez benne van a pakliban. Ez így van, igaz Zsuzsika néni. Aranyos drága Zsuzsika néni, aki most már hány éves Zsuzsika néni? 15 éve vagy a menedzser. Énekel lent velük együtt, dirigál, ha nem tetszik neki valami, fölugrik, és megmutatja, hogy hogy kell. Ezt ők nagyon szeretik. Ugye, Anuska? De ez így kerek. Ennek így kell lenni. Ez így működik jól. És mi ezért szeretjük őket, és ezért örülünk. És kívánok boldog születésnapot, átadom nekik most már a lehetőséget, káposztassanak el minket. Sok boldog születésnapot és sok boldogságot kívánok mindenkinek. Köszönöm.